Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Ravoncs Rita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megyei bajnokságok nem vezettek mérkőzéseket a bírók. Kulturális felelősségvállalás, avagy nemzettudat skander magyar módra. Szépkorúak ünnepem, az időseket köszöntötték a Kasdon. Amerika a kanyonokon át, 5 órai tea a Dombóvári Művelődési Házban. Nem vezettek labdarúgó bajnoki mérkőzéseket hétvégén a Tolna vármegyei játékvezetők. Az elmúlt fordulóban összes helyi sípmester leiratkozott a küldőlistáról, pótlásukat más megyékből kellett megoldani. A tiltakozás az utóbbi időben a vármegyei futballpályákon jellemző atrocitások következménye. Az utóbbi időben a vármegyei labdarúgó pályákon több atrocitás is történt. A Mórágy és a Kakas közötti első-második osztályú kvalifikációs bajnoki mérkőzésen szurkolók kergették meg a mérkőzés sípmesterét, Kis Gergelyt. Nem sokkal korábban a harmadosztályban a Kajdacs és a Szedres találkozóján pedig 6 piros lapot is kiosztottak. A játékvezető elmondása szerint ennek oka az volt, hogy őt a játékosok nyomdafestéket nem tűrő szavakkal szidalmazták. Előbbi esetnél a szurkolókat több évre kitiltották a sportpályáról, utóbbinál a játékosok összesen 13 meccses eltiltást kaptak. Makai János, a játékvezetői bizottság elnöke úgy érzi, ezeknek a szankcióknak nincs visszatartó ereje. Más az, hogy mi a szankció. A környező megyékben olyan visszafogó, visszatartó erejű döntések születnek a fegyelmi bizottságnál, ami elejét veszi ezeknek az elszaporodásához, vagy elszaporodásában. Tehát egyszerűen Tolna megyében ezek a döntések nem születtek meg. Meg akarták ütni a játékvezetőt. Bács megyében 25 évet kapott egy játékos ezért, mert megütötte a játékvezetőt. Az elnök szerint a labdarúgásban a játékvezetők feladata, hogy érvényt szerezzenek a játékszabályoknak. Véleménye szerint a szurkolók és a játékosok magát a sportág szabályait támadják meg, amikor hasonló módon lépnek fel a sípmesterekkel szemben. A Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna vármegyei igazgatóságának fegyelmi bizottsága a hivatalos személyeket nem védte meg, mondta az elnök. A Tolna megyei játékvezetők úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnék kockáztatni a saját testi épségüket, addig, amíg ezeket az eseményeket nem beszélik meg az igazgatósággal, fegyelmi bizottsággal, társadalmi elnökséggel. Tehát úgy érzik, hogy egy konszenzusra lenne szükség, egy közös leül egy kerekasztal beszélgetésre, ahol minden résztvevő megjelenik, és elmondja a problémáját, és elmondja azt, hogy ezt hogyan lehet rendezni. Információink szerint a játékvezetők csütörtökön egyeztetnek a Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna vármegyei igazgatóságával. A további fejleményekről pénteki híradónkban számolunk be. Igazat szólni, kiállni a teremtett világ törvényei és haza mellett. Mindezek manapság a megítéltség kategóriáját súlyosan érintik. De hol a határ, kell-e egységes vélemény, látásmód a magyarokat érintő kérdésekben? Ezen kérdések határait feszegeti egy pódiumbeszélgetés keretein belül Rákai Filip producer és kommunikációs szakember a Matthias Corvinus kollégium által szervezett eseményen. De többeknek a Magyarország szeretlek programsorozat kapcsán jutott el eszükbe, ahol szexel is egy kiemelt állomás volt. Rákai Filip volt a vendég a Matthias Corvinus Kollégium szexárdi képzési központjában. Amikor megkérdőjeleződik, hogy mi az, hogy férfi, mi az, hogy nő, mi az, hogy család, mi az, hogy egy gyereknek vagy egy felnőtt embernek milyen jogai vannak, hogy mit jelent a szabadság, hogy az meddig terjed, hogy mit jelent egyáltalán az Európai Unió, hogy mit jelent az, hogy valami egy erős nemzetállam szeretne lenni, és ez nem kirekesztést jelent, hanem a saját kultúránkra történő felnézést, egy büszkeséget. Rákai Filip az utóbbi években több nemzeti kulturális értéket érintő kérdést, témát felvállalt, és többek között nagy hangsúlyt kapott a konzervatív értékrend fontossága is, melynek megtartása a mai változó világban egyre nehezebb. A személyes egyéni felelősségvállalás, mint mindenben, az elsődleges, és akkor így épül fölfelé egy társadalom az apró sejtekből, az egyénből,
két ember kapcsolatából, egy családból, a gyereknevelésből, a kisebb patrióta vagy lokálpatrióta közösségekből jutunk el egészen odáig, hogy ha valaki lokálpatrióta és szereti Szekszárdot, vagy Tolnát, vagy Decset, mint szülőhelyét, akkor ez természetesen ki fog vetülni a hazájára. A producer, kommunikációs szakember, aki szekszárdi gyökerekkel rendelkezik, kulturális felelősségvállalás, avagy nemzettudat Skander magyar modra címmel beszélgetett Böröc Mátéval egy pódiumbeszélgetés keretében. Sikeresen zárul az út a munkaerőpiacra és az ifjúsági garancia program ez év végén Tolna vármegyében. Az előbbinek köszönhetően 9000-en, az utóbbi esetében több mint 5000-en kaptak képzési, bérjellegű vállalkozóvá válási vagy lakhatási támogatást, tájékoztatott a Tolna vármegyei kormányhivatal. Bérjellegű támogatáshoz 5937-en, vállalkozóvá válási támogatáshoz 1670-en, képzési támogatáshoz 1256-a jutottak. A lakhatását 59 embernek segítették, tették hozzá. A kormányhivatal az ifjúsági garancia programról azt közölte, hogy a 25 év alatti sem tanuló, sem nem dolgozó fiataloknak a munka, illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutásnak elősegítését, munkaerőpiaci helyzetük javítását célzó kezdeményezésre 5,5 milliárd forintot költöttek Tolna vármegyében. Nehéz éven van túl az ingatlan befektetési piac, azonban jövőre már megkezdődhet a visszaépülés, 2025-26-ra pedig felpattanásszerű volumen bővülés várható, mondta az ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Takács Ernő felidézte, hogy 2019-ben, a rekordévben, az ingatlan befektetési tranzakciós forgalom elérte az 1,8 milliárd eurót. Ez az összeg 2020-ra 1 milliárd euróra csökkent, majd elkezdődött a kilábalás, a folyamat azonban megtorpant. 2023-ban az ingatlan befektetési piacon 500 milliárd eurós volument várnak. Takács Ernő szerint optimizmusukat a makrókörnyezet javulása, az alacsonyabb kamatkörnyezet és a vásárlóerő növekedése is alátámasztja. Megjegyezte azt is, hogy az ágazat sokkal jobb helyzetben van, mint 2008-ban, hiszen a piacon most van pénz és van elérhető befektetésre váró tőke. A Kakasti önkormányzat ünnepi keretek között rendezvényt tartott a szépkorúaknak. A minden évben megrendezésre kerülő idősek napja alkalmából köszöntötték a nyugdíjasokat. A rendezvényre sok szépkorú vendéget meghívtak. Az esemény a művelődési házban kapott helyet. Az önkormányzat színes programokkal és meglepetés vendéggel is készült. Tulajdonképpen a mai nap menetét én valójában annyira ismerem, hogy tehát egy műsoros estre, délutánra számítunk, és valami meglepetés. A meglepetésről nem tudok semmit, mert az a helyzet, hogy én most a napokban nem voltam itthon, és nem tudtam ennek után. Meg egyébként is nem valószínű, hogy kiderült volna, mert ha meglepetés, akkor nem lehet tudni. Molnár Sándorné is örült az önkormányzat meghívásának. Meghívtak, igen, kaptunk meghívót. Hát én örültem nagyon neki, mert legalább így látom az időseket, találkozok velük. És jó érzés itt lenne a többséggel együtt. A rendezők desszertsarkot is kialakítottak, ahol süteményeket, szendvicseket, üdítőket és kávét is kínáltak a vendégeknek, mondta Selné Simcsik Orsolya, Kakast polgármestere. Kakasdon a mai napon tartjuk az idősek napját. Tavaly is nagyon jól sikerült rendezvény volt, és olyan sok kedves szót, pozitív visszajelzést kaptunk, hogy nem volt kérdés, hogy idén is megrendezésre kerül. Nagyon színes programokkal kedveskedünk az időseknek, reméljük, hogy elnyeri tetszésüket, és bízunk benne, hogy tényleg a nap végére örömmel távoznak, és kedvüket lelik az egész délutánban. Nagyon készültünk, olyan izgatottak is vagyunk, hogy vajon hogyan reagálnak az idősek. Szerettük volna mindenképpen kifejezni tiszteletünket és köszönetünket is. A helyi általános iskola gyermekei versekkel és énekekkel készültek a rendezvényre.
Több mint 360 kutató és kutatócsoport részesül költségvetési támogatásban összesen 13,8 milliárd értékben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A közlemény szerint a programok a tudományos életpálya különböző szakaszaira épülő pályázati kategóriákban támogatnak kiválósági alapon kutatási projekteket, ezzel hozzájárulva a magyar kutatók nemzetközi szintű tudományos eredményeinek erősítéséhez. A projektek értékelésének középpontjában a kutatások társadalmi és intellektuális hatása áll, tették hozzá. Jelezték, hogy idén a Neumann János program keretében közel 80 milliárd forint kutatói és innovációs támogatás áll rendelkezésre, aminek része a 13,8 milliárd forintos pályázat. 8000 szeretett csomagot kaptak a Bohóc doktorok gyermekkórházak osztályain gyógyuló gyermekek részére, illetve nehéz sorsú családok kisgyermekeinek szervez karácsony előtt örömet a Bohóc doktor csapat. A lakossággal együttműködve 8000 dobozban több 10000 plüss figurát, kis autót, logikai játékot, társast, kártyát, színezőt, írószer gyűjtött be a Matrix közhasznú alapítvány önkéntes csapata. Rácz Anett alapítványi elnök elmondta, a jómódú családok és a nélkülöző tömeg között óriási a szakadék. A Bohóc doktor önkéntesek 5 héten keresztül rendezték a lakossági felajánlásokat. A beérkezett 8000 doboz 100 légköbméter területre is alig fért be. Fontos az önfeláldozás révén folyó segítő feladat, hiszen sok kisgyermek számára az ünnep alapítványi támogatás nélkül teljesen üres lenne, tette hozzá az elnök. A Dombóvári Művelődési Ház számára fontos, hogy a városból elszármazottak is mikrofonhoz jussanak. Erre biztosít lehetőséget a Dombóváriak a Nagyvilágban című előadássorozat. Ez alkalommal az érdeklődők más-más országokat ismerhettek meg a Művelődési Ház kényelmében. Amerikáról hallhattak egy filmes előadást az érdeklődők Dombóváron. A Dombóváriak a Nagyvilágban előadás sorozat legutóbbi részében a vendégek dr. Pálfalvi József San Franciscótól Las Vegasig a Kanyarokon keresztül című beszámolóján ismerhették meg közelebbről az ország egy részét. Van ez a Dombóváról elszármazottak is Dombóváriak csoportja, és a Zsuzsának az ötlete volt, a Alipap Zsuzsáé, hogy akik elköltöztek innen, és jártak különleges helyeken, azok tartsanak előadást. Eddig tartottam egyet Algériáról, tértem 5 évig. Voltam nagyjából egy fél évet Ekvádorban, ez meg az Egyesült Államokban voltam. A nyugati részén 4 hétig és arról gyűjtöttem itt össze egy-két dolgot. A Művelődési Ház több ehhez hasonló előadás sorozatot is fenntart. A Dombóváriak a Nagyvilágban nagy sikernek örvend, hiszen ez már nem az első évad. Érdeklődésben sincs hiány, hiszen az előadások csak nem mindig teltházasak. A harmadik évadot kezdtük szeptemberben a Dombóváriak a Nagyvilágban sorozatunkban. Ez egy általában havonta jelentkező rendezvény. Ez azt jelenti, hogy dombóváriak és vagy elszármazottak tartanak nekünk előadást. A Művelődési Ház decemberben szünetelteti előadás sorozatait más programok feltorlódása miatt, de aggodalomra semmi ok, hiszen az új évtől szeretettel várják vissza az érdeklődőket. Regionális híreink következnek. Csökkentenék a dugókat Pécs-Patacson, turbókörforgalmat akar a helyi Fidesz. Terápiás kutyák minden korosztálynak segítenek a gyógyulásban. Változások az adóigazolásnál a legfontosabbakról beszélt a sajtóreferens. Javítana a nehézségekkel teli pécsi közlekedési helyzeten a helyi Fidesz. Képviselőjük azt mondja, a patacsi körforgalom például az egyik olyan pont a városban, ahol rengeteg bosszúságot okozhat az átkelés csúcsidőben. A probléma megoldására konkrét ötletük van, turbókörforgalmat létesítenének itt, ha jövő nyáron bizalmat kapnak a választóktól. Érkeznek a gépjárművek a patacsi körforgalomhoz Pécsen. Ez az egyik olyan csomópont a városban, ahol nagy forgalmat kellene kezelniük az utaknak. Azonban gyakran alakulnak ki dugók. Nem elég az utak áteresztő képessége. Erre mindenképpen megoldást kell találni, mondja a helyi Fidesz önkormányzati képviselője, aki szerint van lehetőség a közlekedés fejlesztésre Patacson. Mindenki tapasztalhatta,
hogy már ez a körforgalom is képtelen ellátni feladatát, sokszor a sorok egészen a 6-os úton a benzinkútig torlódnak, a nyugatipari úton pedig a vízmű utáni híd alján áll a kocsi sor. Éppen ezért megoldás szükséges ennek a körforgalomnak a fejlesztésére. Úgy gondoljuk, hogy ha 2024-ben a jobb oldal kap felhatalmazást a város vezetésére a pécsiektől, akkor ebből a körforgalomból egy kétsávos úgynevezett turbókörforgalmat kívánunk létrehozni. Az úgynevezett turbókörforgalommal a pécsi városmagra nehezedő tehergépjármű forgalmat is kezelni lehetne, véli a politikus. A patacsi turbókörforgalom létrehozása azért is fontos, mert mint ahogy azt Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője minap elmondta, a Pécsen áthaladó tranzit teherforgalmat rendeleti úton lesz szükséges szabályozni, hiszen ez is nagyon föltorródik miatta a város. Viszont ehhez, hogy ők a városmagot elkerüljék, ehhez ugye szükséges biztosítani a megfelelő közutat, erre kiváló célt fog szolgálni a patacsi körforgalom turbókörforgalommá alakítása. A meghatározás szerint a turbókörforgalom olyan körforgalom, amiben való behajtás előtt be kell sorolni a megfelelő sávba, mert az egyes sávokból a kijáratoknak csak egy része érhető el. Magában a körforgalomban és az azt közvetlenül megelőző 15-20 méteres útszakaszon már nem lehet sávot váltani. Ezt a körforgalmon belül gyakran sáverválasztó elemekkel is akadályozzák. Állatasszisztált csoportfoglalkozások segítik a betegek gyógyulását a Somogy vármegyei Kaposi Mórogtató Kórházban. A kutyák jelenléte és a velük való foglalkozás már a fekvő betegeknél is jól vizsgázott, és a gyerekeknek, kamaszoknak is sokat segít különböző mentális problémáik gyógyításában. Szabad játék a terápiás kutyával, Lattéval. Az állatasszisztált terápiás foglalkozásokon számos hasznos társas szituációt élhetnek meg a nehézségekkel küzdők. Ez a fajta foglalkozás a kamaszoknak, fiatal felnőtteknek is nagy segítséget jelenthet. A kutyás és a lovas kamas csoportunkba is olyan serdülők érkeztek, akiknek a társas kapcsolataikkal van nehézségük. Nehezen bíznak meg, esetleg van bántalmazott történet az életükbe, nehezen nyitnak, félnek attól, hogy hogyan látják őket a többiek, félnek attól, hogy hogyan értékelik őket a többiek. Amikor állatokkal dolgozunk, akkor a figyelem átmenetileg az állatokra kerül, és ez nagyon nagy segítség abba, hogy felszabadultabban, természetesebb módon tudjanak újra megjelenni. Nem arról beszélgetünk, hogy mi a nehéz neki a mindennapi életében, hanem elkezdünk arra figyelni, hogy mi történik közte és a terápiás állat között. És amikor valami olyan történik, ami számára megerősítő, akkor megkeressük azt, hogy ezt hogyan tudná megtalálni ő a társas kapcsolataiban is, mire van szüksége, hogyan fejezheti ki az igényeit, hogyan húzhat meg határokat, hogyan védheti meg magát, hogyan szólíthat meg egy másik fiatalt. A biztonságérzet, az együttműködés, a közös élmények képezik ezeknek a csoportoknak az alapját, és amikor itt megszületik csoporton belül az állattal valamilyen élmény, akkor az áttevődik a csoportban résztvevő többi fiatalra, kamaszra is, és lesz belőle egy közös élmény, amiben ugyanolyan felszabadultan tud benne lenni, mint ahogyan azt a terápiás állattal megélte. A Kaposi Mór Oktató Kórházban is népszerű és elfogadott módszer az állatasszisztált terápia. Sok súlyos betegséggel küzdő egyénnek jelenthet a mindennapi életben könnyebbséget és kiutat ez a módszer. Az állatasszisztált terápia több vonalon is hasznosítható. Egyrészt pszichológiai, pszichiátriai értelemben tudunk társállatokkal dolgozni, de ugyanígy gyógypedagógiai vonatkozásban is, és ez a széles spektrum lehetővé teszi, hogy egy elég nehéz, illetve több nehéz betegcsoport is bevonható legyen az állatasszisztált terápiában. És úgy gondolom, hogy ez egy új lehetőség, akár az autizmussal küzdők, akár az ADHD-s csoport, akár szorongásos zavarok kezelésében, és ez egy
új szakmai specifikum a mi palettánkon, ami bővítheti ez a nehezen kezelt betegségcsoport kezelését, bővítheti ezt a palettát, kommunikációt javíthatja. Úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos a társállatterápia gyerek serdülőkorban, különösen csoportos és egyéni szinten, illetve felnőtt korban is. A kórházban kezelt betegek visszajelzései alapján az állatasszisztált terápia nagyon hasznosnak bizonyul, hiszen a kliensek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, és a kutyaterapeuták már a fekvő betegek között is sikeresen vizsgáztak. Ma már akár adótartozásnál sem lehetetlen igazoláshoz jutni a NAV-tól, ez derült ki a hivatal sajtóreferensének tájékoztatójából. Barlai Krisztina elmondta azt is, hogy milyen dokumentumok és hogyan kérhetők, illetve mennyit kell várni a papírokra. November 1-től változott a NAV által kiadott igazolások rendje, erről beszélt stábunknak az adóhivatal baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta azt is, hogy egyáltalán milyen igazolások kérhetők a NAV-tól. A NAV-tól lehet kérni adóigazolást, amely lehet nemleges vagy általános, lehet köztartozásmentes minőséget igazoló igazolás is. Nagyon fontos változás 2023. november 1-től, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba kerülés feltételeinek megfelel az az adózó is, akinek a nettó adótartozása nem haladja meg az 5000 forintot, illetve a köztartozása pedig a 30000 forintot. Ezen kívül tud kérni az adózó jövedelmigazolást, illetve illetőségigazolást is. Az igazolásokhoz a kérelmet elektronikusan, levélben, személyesen lehet benyújtani. Ez mindenkinél más lehet. Azonban a kérelemnek fontos feltétele, hogy mit kell tartalmaznia. A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó adatait, valamint azt, hogy milyen igazolást kér, tehát adó, jövedelem vagy illetőségigazolás, hova kívánja felhasználni az igazolást, hány példányban kéri és milyen kézbesítési módot szeretne kérni. Az adóigazolásnál ugye meg kell határozni például, hogy nemleges vagy általános igazolás. A jövedelmigazolásnál az évet, amelyre vonatkozóan kéri az igazolást az adózó. Az illetőségigazolásnál pedig az igazolás nyelvét kell szerepeltetni a kérelmen. Ugyanis adnak ki angol nyelven igazolást, ha ezt kérik. Kérdés, hogy mennyit kell várni a szükséges dokumentumra? Az igazolás kiadási határidő 6 nap, hogyha bármilyen adat hiányzik az igazolás kiadásához, akkor hiánypótlásra szólítja föl a hivatal az ügyfelet. Ez az hiánypótlási időszak nem tartozik bele a 6 napos határidőbe. Az adóhivatalnál arra is gondoltak, hogy az igazolás valódiságát ellenőrizni tudják. Erre egy legalább 24 karakterből álló ellenőrzési azonosító alapján van lehetőség, amivel a NAV ügyfélportáján ellenőrizhetik a dokumentum tartalmát. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Megyei bajnokságok nem vezettek mérkőzéseket a bírók, kulturális felelősségvállalás, avagy nemzettudat szkander magyar módra. Szépkorúak ünnepe, az időseket köszöntötték a Kasdon. Amerika a kanyonokon át, 5 órai tea a Dombóvári Művelődési Házban. Csütörtökön többségében gyenge vagy mérsékelt szél várható, reggel és délelőtt még sokfelé lehet párásság, illetve vékonyodó réteg felhőzet okozta szürkébb idő. Eső nem ígérkezik a déli, majd délutáni órákra már többségében elvékonyodik a réteg felhőzet, eloszlik a párásság, változóan napos, felhős idő alakul ki. Éjszaka az ország délnyugati részén gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban vastagodó felhőzet sodródik az ország fölé, majd elered szorványosan, időszakosan az eső. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!